szuper képességem a döntésképtelenség. A sorsra bízom magamat. Miért? Erősebb vagyok, mint az átlagos erős pasi. Nem tudok részeg lenni, ez jót fog tenni nekem itt ezen a helyen. És itt milyen szuper képességedet fogod kamatoztatni? Azt, hogy jól nézek ki. Bármikor megvédem Lokit, bármilyen helyzetben. Say my name! Én vagyok a védője, a fangörje. Hivatásos fangörje. Én kibaszott gyors vagyok. De nem az ágyban, érted? Már 45 sört megittam, mielőtt itt interjúztok engem. Én vagyok Magnetónak a kisfia, és tartozik nekem 20 pár évig gyerektartása, és legalább egy sörre meghívhatna, hogyha már ebbe a buliba eljön esetleg. She's crazy like. Mi a szuper? Nem tudom. Nem mondom őszintén, láttam a filmet. Lángol a feje! Hát a szemtelen fickóknak adok egy nagy pofont. Mennyire nagyot? Hogy lerepül a fejük. Bele tudok vizelni a páncélomban, hogy van benne ilyen szűrő. És meg is lehet én... Én fejlesztem a világ legjobb páncélját. És van zseni, milliárdos playboy és emberbarát. Én misztik vagyok, természetesen bárkit lefegyverzek egyetlen rúgással. Fel tudom venni bárkinek az alakját. Zsugorodok, növök, amekkorára akarok, ahol akarok. Hát, mely dekoltásokba el lehet bújni? Elsősorban az orosz nyelvtudásomat és a balett szaktudásomat emelném ki, de mások szerint vállatásban is nagyon jó vagyok. Hát ha rajtam múlik, akkor ma este minden kiderül. Bízom benne, hogy majd lesz egy-két összecsapás, és akkor oda szellentek mindenkinek. Megérintek bárkit, és elszívom az életerejét. És neked? Én jó vagyok kártyában. Privatizáljuk a világbékét. Én már elbuktam a pultnál, mert hogy nem fogadnak el kártyát. Az én szuper képességem, hogy az életerőmet, a csímet testem egyetlen pontjába tudom összpontosítani. Igen, lányok, gondoljatok, amire akartok. Arra az egy pontra. Egy gyors kérdés, a lábad hogy borotválod? Hiszen ellenállsz minden földi dolognak.